A már eladott borokat készítik előszállításra az egyik szekszárdi borászatnál, szinte csak a multik felvásárló erejében bízhatnak a koronavírus idején, mondja Bodri István borász. A szekszárdi borvidéken több pincészet is foglalkozik vendéglátással, most nekik kiesik az ebből származó bevétel, elmaradnak a borkóstolók és a rendezvények is, így az értékesítés több mint 30-40%-kal esett vissza a legtöbb pincészetnél, ezért az online eladással próbálkoznak. Egy része a csapatnak home office-ba dolgozik, egy része pedig itt a helyszínen. Itt nagyon sok munkát végeztünk, de úgy gondoljuk mi, hogy az értékesítés az idejében nagyon-nagyon csökkenni fog. Itt a kereskedők és az éttermek nem tudnak eladni bort, egyébként a multikba tudunk bízni, hogy ők viszik a tételeinket, és nagyon erősítünk online eladásban, a webshopos eladásban. A kormány által bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések, köztük a járulékkedvezmények már nem csak a vendéglátóipart érintik, hanem a szőlő-borágazat szereplőit is. Ez nagy segítséget nyújt a koronavírus járvány okozta negatív hatás enyhítésére, ezt mondja Mészáros Péter szekszárdi borász. A húsvét az mindig erős szokott lenni, és most a húsvét egy ilyen gyengébb volt, mint az eddigi húsvétok. Abba bízunk, hogyha rendeződik a helyzet, akkor bepótolják az emberek a borfogyasztást. Bizakodóak a pincészetek tulajdonosai, mivel augusztus végére már többüknél vannak szoba és teremfoglalások.